Ezt a tesztet mi a Diákhitel Központtal közösen indítottuk, és alapvetően az volt a terv, hogy a pályaválasztás előtt, vagy pályaválasztás közben lévő fiataloknak segítsünk azzal, hogy egy ingyenes IQ-tesztmérést adunk nekik. Egyrészt, ami ugye online, viszonylag könnyen elérhető bárki számára. Egyébként a teszt 17-től 30 éves korig ad pontos adatot. Ezen a nagy versenyen, amit mi hirdettünk, ezen 17 és 24 év közöttiek vehetnek részt. Tehát ebben a korosztályban egy ingyenes és pontos IQ-t tudnunk mérni. Én is féltem. Tehát amikor először mondták, hogy ez úgy lenne a leghitelesebb, hogyha én is kitölteném a tesztet, akkor azért úgy összeugrott a gyomrom, hogy ez nagyon jó ötlet, csak mi van, hogyha nem sikerül jól? Egyébként senki nem tudja meg, ha nem sikerül jól. Hála Istennek jól sikerült. Én ennek nagyon örültem. De tényleg nem leszünk ettől többek vagy kevesebbek, egyszerűen csak mondjuk egy kicsit komplexebb képet kapunk arról, hogy miben vagyunk jók. Az első forduló ez az ingyenes online tesztírás, ez november 10-ig tart, tehát most még több mint egy hónapja van a diákoknak arra, hogy kitöltsék. Utána pedig azoknak, akiknek a legjobb eredményt adta a teszt, illetve a legjobb eredményt értékelt, 125 pont fölötti eredményt kaptak, nekik lesz egy élő forduló, amikor a Mensa Hungaricának az igazi belépő felvételi tesztjét írhatják meg Budapesten, szintén ingyenesen, és akik pedig ebben is a legjobban teljesítettek, tehát benne vannak az emberiség 1%-ában IQ szempontból, nekik lesz majd december elején egy már nem tesztírós, de még mindig a képességeiket, készségeiket feszegető vetélkedő, és itt fog kiderülni, hogy ki a legintelligensebb fiú és lány ebben a korosztályban ma Magyarországon. Ez, ami most ugye a nagy diák IQ-tesztben van, ez egy komplex feladatsor, egy adaptív feladatsor, tehát tőlünk is függ, hogy ugye milyen kérdéseket kapunk gyakorlatilag, milyen nehézségűeket. De az a lényeg, hogy nem nagy ördöngösség, tehát meg kell próbálni, ami nem megy, nem megy, hát aztán. Azt, hogy hányan töltötték ki a tesztet, azt egész pontosan a teszt kidolgozója, a Mensa Hungarica figyeli. Hetente küld nekünk adatokat róla, de már most több ezernél járunk, pedig még több, mint a fele hátra van a versenyidőszaknak. Ugye november 10-ig lehet az interneten kitölteni az első fordulót, bármikor, tehát este otthon az ember leül, és amíg megfő a vacsora, vagy ameddig főz magának egy kávét, mondjuk 15-20 perc alatt, ezt ki lehet tölteni.